meg itt először. Tanszeradományért, pontosabban írószerboltban beváltható utalványokért érkeznek nehéz helyzetben lévő családok a Sarló utcába. Az önkormányzata a székesfehérvári szociális alapítványon keresztül próbálja az iskola kezdés előtt így módon is segíteni a leginkább rászorulókat. Háborús infláció hatását mindannyian érezzük. Nyilván a családok is megérzik itt az iskola kezdés előtt, amikor bevásárolnak. Óriási segítség most már évről évre, hogy a kormány biztosítja a tankönyvcsomagokat ingyenesen minden tanuló számára. Önkormányzat pedig az igazán rászorulók számára ezt azzal egészíti ki, hogy évről évre szintén tankönyvcsomagok mellé tanszercsomagokat biztosít utalvány formájában a rászoruló családok számára civil közreműködéssel. Szeptember végéig összesen 64 gyermek iskola kezdése válik így valamivel egyszerűbbé. A Sarló utcában felvehető utalványok 15 000 forintos segítséget jelentenek gyerekenként. A Gáz utcában van egy írószerbolt, velük van kapcsolatunk, oda gyerekenként 15 000 forintos utalványt vásárolunk, 10% engedményt adnak, tehát ez azt jelenti, hogy egy 15 000 forintos utalvány 16 500 forintot ér. A visszajelzések alapján látjuk, hogy elégedettek, örülnek, hogy ott vásárolhatnak, rugalmas az üzlet, mindig megtalálják azt, hogy minden szükségük van, nem muszáj egyszerre levásárolni az utalványt. A Székesfehérvári Szociális Alapítvány nem csak a tanév kezdetén, évközben is támogatja a hátrányos helyzetben lévő fehérváriakat. A Városgondnokság Alapítványa 150 családdal és idős emberrel ápol napi kapcsolatot, ha szükséges adományokkal és tisztítószerekkel, gyógyszerekkel, ha pedig kell, a közüzemi számlák fizetésével könnyítik meg a mindennapokat.